Országjáró körútjának utolsó állomásaként Békés Csabán tartottak regionális programindító értekezletet az országossá terjeszkedő Mintamenza programról. Az immáron több mint 2,5 éves múltra visszatekintő kezdeményezéssel kapcsolatosan a projekt elindítói adták át azokat a hasznos tudnivalókat, információkat, melynek segítségével február közepén elindulhat a tényleges munka. Az ország több régiójában már megkapták a szakemberek azokat az instrukciókat, melyel immár nekiláthatnak a Menza program előkészítésének. A kezdeti ellenérzések úgy tűnik nem igazolódtak be, hiszen az érdeklődés országossá duzzadt, és amelyet a Békés megyei közgyűlés is teljes mellszélességgel támogat. A program népszerűsítésére a világhálót is felhasználják a szakemberek. Jutottunk egy olyan fázisba, hogy a szülők a saját iskolájukat a gyermeki élemezés honlapjáról le tudják kérni, meg tudják nézni az interneten az étlapot, mi több, nem csak az étlapot, tehát a felszolgált ételeket tudják megnézni, hanem az ételekre rákattintva interaktív módon meg tudják nézni, hogy az milyen összetevőkből áll. Tehát, hogyha a gyerek azt mondja, hogy aznap finom volt az ebéd, és ezt szeretné otthon is elkészítve látni, akkor az édesanyja vagy édesapja le tudja tölteni a hozzávalókat, és a hétvégén akár el is tudja készíteni. A programot alkalmazó szakemberek azért is tartják hasznosnak és jónak a Mintamenzát, mert a segítségével olyan alapanyagokat is be tudnak építeni a közétkeztetésbe, amire eddig nem nagyon volt lehetőség. Olyan termékek Magyarországon is elindultak, például a halaknál, ami szálkamentes hal, és hát ugye az emberek, a szülők mindig féltik a gyereket, nem beszélve egy iskola vagy óvoda konyhán, nem is mertek a menükbe betenni ilyen ételeket, mert féltek a szálkától. Ez most, hogyha már ki tud alakulni, és tudunk olyan terméket, akkor ez nagy előny lesz, és én úgy érzem, hogy a halfogyasztásunk meg fog növekedni. A programot természetesen egységes formában kell és lehet országszerte megvalósítani, de az alkalmazás során megengedett a rugalmasság, hiszen itt ajánlásokról van szó, és nem előírásokról, bár a szakemberek szerint ezeket azért érdemes betartani. Amint az a fórumon elhangzott, a változást nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. A változásnak én azt hiszem, hogy tehát az eredménye az nem is most fog, majd esetleg 3, 6 vagy 9 év múlva, amikor az a generáció fel fog nőni, akik most ezeket az alapanyagokból készült ételeket fogyasztják. Mert itt nem másról szól, mint a gyerekekről, a magyar emberről, hogy egészséges alapanyagokból fogyasszák az ételeket, hogy egészségesebbek legyenek. Február 15-én Budapesten valamennyi a programhoz csatlakozó csapat számára egy végső eligazítást tartanak, így hamarosan mindenütt megkóstolhatják a Mintamenzát.